Kísérletünkben a növényi kristályzárványokat vizsgáljuk. Felhasznált eszközeink. Fehér csempelap, cseppentő, bonctű, de használható lándzsatű is. Tájlemez, fedőlemez, felhasznált anyagaink, csak víz, egy-egy higítású sósaboldat, és vörös hagyma pikkely levele. A kísérletünkhez a vörös hagyma pikkely leveléből egy kis darabot lecsípünk, rárakjuk a tárgylemezre, vízzel cseppentünk rá. Majd pedig fedőlemez segítségével lefedjük. Az esetleges vízmaradékot pedig itatós papírral felszivatjuk. Ezután a mintánkat mikroszkóban megvizsgáljuk. A mintát rátesszük a tárgyasztalra, bekapcsoljuk a mikroszkóp világítását, beállítjuk a legkisebb objektívet, és megvizsgáljuk a mintánkat. Ezután nagyobb nagyítással elvégezzük újra. Végül a legnagyobb nagyításon is. Megnézzük a mintánkat. Megnézzük a mintánkat. A nagyítás mértékét a szemlencse és a tárgylencsén található nagyítás szorzata adja, tehát a vizsgált mintánkat 10-szer 40-es nagyítással nézzük, tehát 400-szoros nagyításban. Hogy mit látunk a mikroszkópunkban, azt az interaktív táblán fogjuk megnézni. A vizsgált mintánkon megfigyelhető a növényi sejtek szoros illeszkedése a sejtfalon keresztül. Láthatók az oszlopszerű szilárd kristályok, amelyek nem csak ilyen oszlopokból állhatnak, hanem itt látható például ikerkristály szerkezet, illetve itt alul is. Miből állnak ezek a kristályok? A növényi zárványok a növények életműködése során
során képződött anyagcsere vég, illetve melléktermékek. Ezek egy része a növény számára már nem hasznosítható, illetve vannak közöttük, amelyek kifejezetten mérgező hatásúak lehetnek a növényre. Ilyenek például a különböző savak, amelyek a növényben képződnek. Ezeket a savakat só formájában közömbösíti a növény, és a sók kristály formában elraktározódnak a növényi sejtekben. Ezeknek a kristályoknak az anyaga lehet kalciumkarbonát, illetve kalciumoxalát. Hogy miből áll a vörös hagyma kristályzárványa? Ezt folytatjuk a mikroszkópi vizsgálattal. A kristályzárvány anyagának megállapításához egy-egy hígításos sósavat cseppentünk a fedőlemez mellé. Majd ezt a savat szűrőpapír csík segítségével átszivatjuk a fedőlemeznél. Ha ez megtörtént, újra megvizsgáljuk a mintánkat mikroszkópban. És a mikroszkópi metszeten az látható, hogy a kristályzárványok, ezek az oszlopszerű zárványok eltűntek a mintánkból. Miképpen magyarázhatjuk ezt? Tehát a kristályzárványaink anyaga lehet kalciumoxalát, ami az oxálsavnak a kalcium sója, illetve kalciumkarbonát. Ha kétszeres mennyiségű sósavval reagáltatom a mintánkat, mivel a sósav erősebb sav, ezért kiszorítja a sójából az oxálsavat, képződik kálciumklorid, és oxálsav. Így oldódik fel a zárványunk. A második esetben a kalciumkarbonát kétszeres mennyiségű sósavval reagálva kalciumklorid képződik, plusz szénsav, ami egy bomlékony sav, és széndioxidra és vízre bomlik. A két reakcióban a megfigyelhető különbség az, hogyha kalciumkarbonátból állt a mintánk, akkor széndioxid gáz fejlődött volna, tehát a mintánkon pezsgés, gázfejlődést tapasztaltunk. A másik esetben, ha kalciumoxalátból állt a minta, akkor pedig oxálsav képződött és nem történt gázfejlődés. Amit megfigyelhettünk a mikroszkópban, hogy gázfejlődés nem történt, tehát a mintán az kalciumoxalát kristályokból állt. Ilyen kalciumoxalát kristályok találhatók még a vanília vagy a begónia levelében, kalciumkarbonát kristályokat például a csalán vagy a fikusz levelében figyelhetünk meg. A növényi zárványok egy része nem csak olyan anyagokat tartalmazhat, amely a növény számára nem hasznosítható, hanem későbbi életfolyamataikban szintén felhasználható. Ilyen lehet például a keményítő, vagy a fehérje, az aleuron
kristályok. A keményítő tartaléktápanyagként szerepel a növényekben, ezt fogyaszthatjuk például a különböző magvakkal, termésekkel, vagy éppen a burgonyával. Köszönöm a figyelmet!